Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez egy általános kivetés lesz, és most ennél a jóslásnál arról van szó, hogy mit, hogyan tudnál kiépíteni. Mi adja számodra a biztonságot, vagy a biztonság érzetét? Ez lehet a párkapcsolat, ez lehet a hivatásod, vagy egy magán cégnek a kiépítése, lehet házépítés is. Tehát gondolkodj el azon, mit, hogyan szeretnél elérni, és a jóslásnál megtekintjük most azt, hogyan tudod ezt kialakítani. Ez egy általános kivetés, viszont én meg vagyok arról győződve, hogy nincsenek véletlenek. Ha a jó Isten ide vezetett téged hozzám, és megnézed ezt a jóslást, akkor van számodra egy üzenet természetesen. De ha szeretnél egy személyes jóslást, ami passzol a te helyzetedre, ennek is megvan a lehetősége. A díjam, mint mindig, minden jóslásnál 4000 forint, asztrológiával együtt 10000 forint. És most megnézzük a kártyák üzenetét. Itt a képen látható, hogy előre mennek a dolgok. Valami lelkesít téged. Vannak elképzelések, tervek és célok. De a következő kártya azt jelenti, hogy itt még kapcsolatok lesznek, vagy tanulsz még valamit, mielőtt lezárnád ezeket a dolgokat, utána lesznek majd változások. Mind két kép kihat az eseményekre. Ha az intuíciód azt diktálja neked, hogy egyedül csináld ezeket a dolgokat, hiszen megvan a bátorságod, ez lelkesít téged, megvan az erő, hogy azonnal cselekedj, akkor tedd ezt meg. Ha úgy gondolod, hogy szükséged van segítségre másoktól, vagy szeretnéd meghallgatni azt, hogy mások hogy vélekednek erről, vagy kellenek kapcsolatok, akkor dönts ebbe az irányba. Ami fontos számodra, ami egy fontos üzenet, hogy itt megjelenik a varázsló, ez jelenti a varázslatos kisugárzásodat, a párkapcsolatban a vonzalmat, más területeken jelenti ez a kép, hogy az, amit tervezel, ezt meg tudod valósítani. És itt van az uralkodó, hiszen te uralkodsz a helyzet felett, uralkodsz a gondolataid felett, uralkodsz az érzelmeid felett is. De ez az uralkodó lehet egy külső befolyás, vagy nálad, vagy nála. Amikor megpróbál valaki uralkodni rajtatok. Ez lehet egy férfi, de lehet egy nő is, hiszen a kártyáknak, mint mindig, szimbolikus jelentésük is van. Tehát valaki beleavatkozik a dolgokba, és ha így van, és te félsz ettől a személytől, vagy van itt egy kapcsolat kettőtök között, és te úgy érzed, hogy ez a személy parancsolgat neked, előírja neked azt, hogy mit kellene tenned, akkor ez a kép mutatja azt, hogy fogva érzed magadat, sőt, itt látható, hogy igazságtalanságokról lesz akkor szó. Tehát ne engedd meg, hogy mások írják elő azt, amit te szeretnél cselekedni, hanem fedezd fel a te saját értékeidet, hiszen erre utalnak itt az arany érmék. Ha így van, ha bízol magadban, akkor itt lesz nyeremény, nyereség, megkapod az elismerést, hiszen te ezt megérdemelted,
te értékes vagy, amit ez a kép még jelent, ez a föld eleme. Itt látható a tűz eleme, az, hogy valami irányba előre mennek az események, cselekvésekről van szó, ez lelkesít téged. Itt vannak tervek, ötletek, itt is látható, hogy tanulsz még valamit, elgondolkozol azon, hogyan tudnád ezt megvalósítani, a varázsló segít ebben, és a föld eleme itt, ahol megjelenik nálad, azt jelenti, ez a terv meg fog valósulni, de még kell egy kis türelem. Itt látható a tolvaj, de nem kell félni ettől a kártyától, hiszen ennél a jóslásnál ez a tolvaj sokat tud segíteni. A tolvaj eltávolítja ezt a szemét, aki parancsolgat neked. A tolvaj eltávolítja az igazságtalanságokat, és itt látható, hogy még kicsit vacilálsz, tegyem vagy ne tegyem, utal bizonytalanságokra, vagy több lehetőségre is, ahol nehéz komoly döntéseket hozni, hiszen nem tudod jelenleg még, hogy melyik irány segít neked. És ezt a bizonytalanságot a tolvaj el fogja távolítani. Miután mindez megtörtént, akkor látható itt az erő. Hiszen te befekteted az élet erődet ebbe az irányba, hogy a terveidet meg tud valósítani, meg lesznek itt az alapok, hiszen erről van szó ennél a jóslásnál. Ez az erő jelentheti a belső erőt is, hogy légy magabiztos, higgy abban, hogy ez a terv, ami téged itt lelkesít, ez megvalósítható. És ez volt a felvétel, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!